Sándor bácsinak mi a véleménye a magyar vers más nyelvekre való átültetésére? Hát nekem arra a más nyelvre való átültetésű nem csak egy, hogy hívják. Na most azt egy angol, vagy francia, vagy román tudja megmondani, hogy az a fordítás jó-e. Mert egy dolgot azt tud, senki nem fordít a maga költői szintje fölött. Alatta se. És a magyar költészetnek ez a nagy erénye, hogy a magyar költészet, a világ költészetének a java le vagyon fordítva a mi nyelvünkre. És mindig a legnagyobb költői voltak, Balassitól kezdve a fordítók is. Én például ennél az angol könyvnél ott teszteltem, például most Alexander Brodytól jövök, aki aztán igazán anyanyelvi szinten, és irodalmár is. És azt mondta, hogy Sándor nem érződik, hogy fordítás. Ez a legnagyobb erő. És miért tartja fontosnak ezt az angol nyelvű kötetet? Hát nem én tartottam fontosnak. Hát, mi a véleménye róla? Hát én örülök, hogy ez van, de hát hogy is mondjam, ezt fordítani, hát nekem van már. Ez a negyedik. Ez, aztán Böszörmény főnöktől egy nagy áldozat, mert ezzel... Hát Pali kapott, azt hiszem, 100 példányt, és Pali ez járt, találkozókat tart. Tehát a Prágában megjelent kötetet, az is hiszem, 15 dollári adta, és úgyhogy neki megtérült a fordítás, és főleg hát azért... Ez úgy kezdődött az egész fordítói karrierjének. Egy dunántúli fiú, aki 18 éves korában azzal ment, hogy ő költő lesz. Magyar költő. Emigrál. És aztán gyógyszer közélet, vegyész. És írogatott verseket, de angol családban nősült, és még az artikulációs bázisa is átállt. Ott megfél magyarul, nagyon jó, megfél, de megfél. De fordított Faludi Gyurka bácsit. És fordított, és másokat is. És akkor küldözgette lapokban. És akkor ez volt, most ezzel, ami helyszerűen fogok, hogy ilyeneket írt nekem, azt írták, hogy a Kányádiból küldjek még. Na így állt össze lényegében ez a kötet, és ez köszönhető neki. Na most, ő elhívtam a prágai kötet után, hazit a fűtőre. Ott volt, kiderült, hogy nagy ingyenc, és nézi, hogy én főzzek, mikor bocsák vagyok. És azt mondja, az egyik reggel egy galamfalvi tojásból veszi a lágy tojást, és nagyon finom mondja, és itt van két vers. Olvasd el, az egy verset, én írtam. Ide a két verset nekem. Egyébként a jelené jelent meg neki magyarul. Nézem, egy kicsit úgy elszomorodom. Érződik, hogy ezek lehessék. De hát ezek olyanok, mint valami jó sikerű gyers fordítások. Na most mit csinálj? Fordítom, vendégem, barátom. Hát az igaz az énekem. Isten az a palikám, ne valami jövőben érződnek, hogy lehessek, de ezek olyan, mint valami jó sikerű nyers. Ó, igen, nyírtam ezt angolul, és fordítottam le neked, hogy én. Sándor bácsinak milyen benyomása van az idei könyvhétről? Hát nekem nagyon rossz, mert már kétszer elvert az eső. De minden évben, most is lesz ez. Na, de visszatérnek tényleg szépen Tomás Tranströmmelre. Itt volt egy ilyen könyvhét alkalmából, ő volt díszvendég. Ő hozza ki az egész panorámát a magyar költészetnek. És már Nemes Nagy, Vörös Sándor, Radnóti, Adikot ajánlottak neki, amikor jött az udvarhelyi maffia,
a volt református kollégista társak, akik ott orvosok is, és mondták, ezt kell fordítani, ezt. És odaadták az én könyvet. Így került. És itt volt József Attila centenáriuma, és felolvastunk a József Attila Szijjártmány, Sünezbe egy szép szám. Úr, mondd nekem, és a tolmács azt mondja, az ő verseit mondja svédül. És ő szeretne hosszabb időt együtt tenni velem, meghívta Margita fürdőre, eljött a tolmácsával, aki sallásztó váradon, és ott volt, hogy 3-4 napig rájöttem, hogy egy vágányra jár az eszünk, és mindjárt negyed óra múlva mondtam, hogy itt csak két dolgot nem szabad mondani. Mondhatod, hogy ez a verseny rosszabb, hogy egy gyönge költő vagyok, hogy az táj csúnya, hogy a felségem elviselhetetlen. De azt, hogy ez a ház nem szép, és az alapfali szívapálinka nem jó, hát akkor megsértődött. És akkor mondta, jöttünk csíkba, Isten, gyönyörű ez a hajlék, Isten ez a szívapálinka. Na, és egy év múlva küldött nekem egy gyerekkönyvet, van egy ilyen mesém, hogy verses mese, hogy Tibácsi volt, külön könyvbe írószak, és elküldött egy ilyen kötetnyi. Néztem, hogy írtam egyáltalán magyarul egy kézbe vehető verset. Vagy az 300 oldalas kötetre való. És azt mondta, hogy szeptemberbe hozta. Szeptemberbe hozta. Megjelent egy évre rá, és akkor kérdezte, hogy fordulva-e a magyar fordítási alapítványhoz pályázhat-e segítségét. Inkább ne legyen svédű kötetem, nekem nem mondják azt, hogy a magyar adófizetők pénzén. Kiadtam én az ő pénzében, létrehozott egy kiadót, ugye? És aztán szerencséje volt, a kritikák alapján a svéd kulturális kormányzattól kapott 4000 eurót utólag. Szerintem bácsának mi a véleménye a fiatalabb irodalomról? Nem lehet véleményem, csak abból, amit folyóiratokból látok, mondjuk a irodalmi jelenben is. Érzem, hogy én kiöregettem a történészetből, ha úgy egyáltalán benne voltam, és én nézve konzervatív vagyok, ha nem tudsz mást, eldolgozni saját fájdalmat, nincs rá szüksége a világnak, ezért a szent fát félreted. És az is hozzatartozik, hogy ő ezt írja, a Tóth fiú, hogy én megelégszem néhány frissen, most hogy lelkezhet, vajon az írja. Lelkemre mondom, hogy rá nincs szüksége. Kiés Gyula bácsi mondta, vagy ő írta le, sem olvastam, hogy egy francia érettségizett gyerek meg tud írni egy közepes regényt. Egy magyar érettségizett gyerek legfeljebb egy kérdét hibátlan. Na most eljutottunk oda, hogy többé-kevésbé, itt volt mondjuk Gecsó Krisztiánnak most ott az a pályázat, az egyik írását kiadták, 200 valamennyi dolgozat érkezett be, és még én is benne voltam, úgy a zsűriben mondtam, én erre alkalmazom, hogy a válogatás után a 10-et elolvastam. Örömmel tapasztaltam, hogy mennyi irodalomhoz konyító és jó fogalmazó, főleg leállt.